be te is az E-mentes övezetbe. Vigyázat! Hozzáadott színezőanyagot nem tartalmaz. Jó reggelt, szervusztok! Mr. Hajdina! Mr. Zakkása! Figyelj, tegnap zabot ettem, láttad volna azokat a megvető pillantásokat. Nem tudod elképzelni, hogy hogy ette? Hát nem nézett ki túl jól, hogy ez a zabkása, ez nem egy túl gusztusos étel. Mindennapi betevő falatunk a zab. Na jó. Balázs, mint van, hájjal kenegetnél. Olvassátok el, mennyi minden van. Mert figyelj, ha láttál már undort az arcokon, ahogy az én kis tányéromban ez a zabkása ott csücsült, de... Utána olyan energiám volt egész nap, hogy... Hogy aludtál egy jó délután. Igen. Gyerekek, egy hete nem ettem húst. Még nem kiabálom el, hogy ez most végleges letérése, vagy nem. Két megással ülök. Nem. Én nem azt mondom, hogy egy jó szték mellé még nem heveredek le, de egy hete, tegnap gabonapárizsit ettem. És csináltam hozzá diókrémet. Itt tartok. Ez itt. Fantasztikus. Na. Fejből tudom a diókrém receptjét. Akarod, most elmondom. Fejből. Mondjad a hallgatókra. Mivel mi nem tudjuk, ezért igazából könnyű minket megvezetni. Dió. Két deciliter diót egy pohárba. Beleöntöd a Turmix gépbe. Raksz bele 5 kanál sörélesztő pejhet. Raksz bele 1 Kalifornia paprikát. 2 vagy 3 kanál nem túl púpozott olyan ételízesítőt, amiben nincs nátriumglutamát. Egy pici vizet. Összekevered. És kész van a csodálatos diókrém. Tegnap ezzel kápráztattam el a családot. Ha némi... kicsit többen a pritamin, akkor pritaminkrém. Egy kis hagyma, egy kis fokhagyma. Ettek is belőle? Nagyon ízlett nekik, és kaptak egy kis gabonapárizsit. Úgy ette a gyerek, mint a cukrot. Na most, ha még egyszer a pénteki receptnél bármibe belekötsz, azután, hogy te sörélesztőt használsz, sörélesztő érted, vagy pejhet. Sörélesztő pehet. Csak irigy vagy, Feri, mert te soha nem szoktál a Turmix gépbe főzni. Ez is igaz, olyan, és a sört is másként használom. Olyan diókrémet csináltam, gyerekek, ilyen lett. Ma füstölt tofu krémet csinálok. Ez van. Mit szólsz, Gábor? Büszke vagy rám? Hát én most nem is jutok szóhoz. Meg ugye, van állam zsebkendő, ez Gábor, most egy olyan komoly információs munka, amit itt hallok, hogy egyszerűen én azt hiszem, hogy ez egy teljes siker. Azért nem mondtam még a húsevés, mert egy hét az még azért túl. Nem. Lesérült az elem. Egy rossz feladta. Kétszer után feladta a döntő szemére. Egy csúnya húzódás miatt tudtam csak megnyerni egyébként, úgyhogy nincs köze, de valahogy most így nem tudom. Egyelőre így állok. Persze most, ha a hétvégén elmegyünk, és ott azért szembe jön velem egy nagy adag szték, és megkívánom, azért természetesen legyőzöm. Így van. Nem lesztek vegetáriánus, de most jelen pillanatban itt tartunk. Hát ez fantasztikus. Láttad, mi van az ablakban? Képzeld el, hogy bejöttem, igen, és kérdeztem, és azt hittem, hogy Janié. Azt is eszem. Kókusz tejet láttam az ablakpárkányon. Azzal eszem az abot. Ez fantasztikus. Abban nem eszem tejet. Nem eszem más állatnak a nem tudom, mirigy váladékát. És milyen szerény is lettél más állatnak. Nem eszem mirigy váladékot, legalábbis így ebben a formában. Azzal akarom menni majd az abot. Csak ez mindenképpen komoly, és szerintem érezhető lesz, hogy ha nem tehintejjel csináljuk, akkor tényleg nem álmosít annyira, és sok mindenben és más lesz. És sokkal kókuszosabb lesz az íze. Igen. Jaj, mi újság, jó vagy? Megszoktam, hogy csak Janitól kaptam ilyen dolgokat, de most már Balázs is kókusztejjel él, és zabkásával. Tudom, a hallgatók kezdét fognak szólni. Csak hogy most tényleg, mert ha én mondom, nem hiszik el, csak kettő mondat az abról. Csak kettő. Hogy nem vagyok ló, mert ez de ma... De 3-4-2. Jani kérdése, adja kocka cukrot. Zabos tarisznya. Na most akkor tessék. A szakértő. Mi a zab? Mit eszünk, ha zabot eszünk? Növény. Ugyan? A baz visszafele. Egyébként a zabnak tényleg sokkal jobb hatása van, mint a búzának, mert serkenti, tehát energikussá tesz, magasabb a B-vitamin tartalma. De 6-tól 7-ig láttad volna ma is, milyen energikus. Ma nem ettem zabot még. Ténylegesen könnyebben emészthető, tehát igaz, hogy van benne valamennyi gluténfehérje, tehát aki mondjuk gluténérzékeny, az nem fogyaszthat zabot sem, de sokkal könnyebben emészthető, és olyan rostok vannak benne, pektinrostok, amik a búzában nem igazán vannak, tehát sokkal jobb a bélrendszerre is. Látjátok? Balázs tudta, hogy mit csinál. Látjátok? Én nem hát ez nagyon. Nem gurigálok, csak így időben. De tényleg? Akkor nem fröccsön, hanem pottyan.
Egyébként egy pici árpát is fogok majd javasolni hozzá, de nem szeretném kihúzni a gyufát. Ilyenkor nyáron egy picit hűtünk is árpával, mert az ab egy picit melegíteni fog. Már hogy egy közös fröstű árpa Attilával? De bár hogy hűtünk, hogy szórjak a klímába egy kis árpát, vagy hogy tudok árpa? Mitől hűt az árpa? Az árpa gyöngynek van egy olyan hatása, hogy a szervezet hőháztartását úgy befolyásolja, hogy nem lesz annyira meleged. A zab, a búza alapvetően melegítő gabona, de például az árpa, az egy picit hűt. Ez egy segíti a hőleadást. Sör. Az jó? Árpa, nem? Nagyon okos. Ha nem is csapsz erre le, hát mi van vele? Te se vagy. Te se vagy már, nem is mondod, de én most kicsit rezignált le. Uram, bocsáss meg, neki nem tudja, mit cselekszik. Igen. Vegás. Nem hoztad-e véletlen a egy héttel vagy két héttel ezelőtti kenyérreceptedet? Mert pont kicsit a Facebook oldalunk is emberet, és nem tudtuk föltenni. El tudod majd küldeni? Mert azzal még tartozunk a hallgatóknak, szerintem azzal a múlt heti csoda kenyérreceptjével. Mindenképpen leírom és közreadom. Igen. Gábor, ahogy te beszélsz, én elképzelem, hogy egy nyári táborban dietetikus doktorandusz lányok berontanak így a sátradba, és mindenki szájjal akar boldogát. Mr. Tofu. Csak mondom, hogy írtál nekem e-mailt, hogy mindenki a múlt héti adás után kenyérsütőgépet akart vásárolni. Küld hozzá, mert én forgalmazom ezeket. Képzeljétek el, hogy megállt az élet az országban, mert amikor beszéltünk a kenyérről, a kenyérsütőgépről, akkor sok e-mailt kaptam, hogy milyen típusút, hol, mennyiért, mikor, és most például kíváncsi lennék, hogy a kenyérsütőgép gyártók mennyire jó üzletet kötöttek a múlt héten, a műsor után. Mondtam is Balázsnak, hogy valami ilyen bizniszbe kéne vágjál, mert gyerekek, muszáj lesz. Kenyér és sütőde gépeladó műhelyt kell nyitnom. Így van. Van egy nagyon jó elektronikai cég, keresítek a terméket, ez a Balázs és Olhuzen. Nagyon jól szólok, nagyon jó a mély nyomom, és nagyon jó a kenyérsütőm. Hihetetlen jó. Hány kenyérsütő fog állni használatlanul a háztartásukba két hét múlva is? Hát, ahhoz kell egy kis kitartás, de ha megcsinálod, az két-három napig viszont jó. Tehát nem kell minden nap csinálni. Mm-hmm. Nem kell minden nap csinálni. Kis nem olyan jó az, hogy gyorsan fogjon, Feri? Mert Benni gluténérzékeny, és aki elég macerás, hogy gluténmentes kenyereket venni, ezért sütünk ilyen gluténmentes lisztből. Gyerekek, három napig. Király. Jó, utána még. Még nem te csinálod. Nyámnyog egy szeleten. Három napig nyámnyog szegény gyerek egy szeleten. Levágsz neki egy karét, elmegy egy hétre a sarokba, és egy hétig ül a sarokba. És a kalács az olyan sűrű, mint egy biliárdgolyód. Nem hiszed el, hogy ezek a sima, pont a múlt héten beszéltünk, hogy ezek ilyen légnemű, ilyen alig tartalmaznak anyagot, megfogsz egy ilyen normális kenyérsütőben készült karácsot, és meg tudod vele ölni a szomszédot. Konkrétan nyíltörésed lesz tőle. Na, mivel készültél magában? Hát, melanomából készültem, mivel nyár van. És képzeljétek el, hogy van egy kutatási eredmény, miszerint a mediterrán típusú étrend hatására jelentősen csökkenthető a bőrrákos megbetegedések kockázata. Ez inkább megelőzésre használható, de akinek gyengébb a bőre, vagy fehér bőrű, és könnyebben, tehát veszélyeztetettebb ilyen bőrrákos megbetegedés szempontjában, van néhány jó tanács, amivel élhet, és így csökkentheti a bőrben az oxidációs folyamatokat. De hogy van az, hogy mindig csak azt mondják, hogy kend be magad, meg nem ennyi napra? Nem? Általában, tehát a táplálkozás és a melanómát, az egyébként a rákot és a táplálkozással hozzák mindig sajnos összefüggésbe, de ugye a melanómánál se, nem? Az érdekes az, hogy igen, hogy az ember abból indul ki, hogy ha a bőrével van gond, vagy a bőrét szeretné védeni, akkor mindenképpen rá kell kenni valamit. Azért, ha megnéztek egy ilyen bőrvédő krémet, akkor abban is van egy-két érdekes anyag, de mint tudjuk, a szervezetünket, a bőrünket is belülről lehet táplálni. Gondoljátok meg, hogy ha elkezdünk fogyasztani mondjuk sárgarépa levet, akkor mi fog történni a bőrünkkel? Én barnulok. Besárgul a bőr, igen. Hát a karotin, vagy mitől? Igen, karotin. Kész egy pohár vizet? Jobb bulányos. Egy pohár kokusztejet, egy fél falat puliszkát. Köszönöm. Hozol neki. Heimlich félrenifogás. Mi van itt a stúdióban nektek, hogy az aurám, amit harapni lehet, amiben mindig beleharapsz. Amiben mindig beleütközöm, amikor meg akarod ölelni. Ide ülsz mellém, és egyszerűen az aurámtól fuldokolok. Valami mindig történik velem, amikor mellettetek. Látod? Ez az. Ez semmi más, csak az aurám. Köszönöm igen? Szépen. A sárgarépa, tényleg kókusztejet kapok? Persze. Egy pohár vízzel. Egy pohár tisztít, de csak is tisztítottad, ne csak vizet. Értem. Igen? A sárgarépa létől besárgul a bőr, de ezzel igazoljuk azt, hogy a karotin az kijut a bőrbe, egyébként a szemfehérje is besárgul, ezért tavasszal érdemes tartani egyébként a nyár előtt ugye egy sárgarépalék órát, de nem kell egész nyáron, mert eléggé sárgák leszünk. És van olyan néhány olyan növény, ami szintén védi a bőrt, és ezt egész nyáron is lehet használni. Ilyen például a cékla.
de nem tudom, ettetek-e már nyersen spenótot? Uh-huh. A bébi spenót például salátában nagyon-nagyon az jó. Az nagyon jó. Igen. Rettenetesen jól védi a bőrt, mert ugye megszoktuk, hogy a spenótból csak főzeléket lehet készíteni, de ne felejtsük el, hogyha megfőzzük a spenótot, akkor azért károsodik, például a benne lévő zöld színanyag, a klorofil károsodik, pedig a klorofil nyersen rendkívül hasznosan a bőre nézve, de ilyen egyébként a paradicsom, a kápia, a paprika, és ha hiszitek, hanem az olívaolaj is, az olívabogyó, illetve minden színes gyümölcs, ezek között, ami segít a bőr védelmében, az az áfonya. Most kaptatok reggel cukormentes áfonya zselét. Igen, majd erről rögtön beszélünk, hogy mit hoztál. Igen. Ami szinte a legerősebbnek tűnik ilyen szempontból, az a fekete ribiszke és a fekete szeder. Ennek is a héja, illetve a magja. A fekete ribiszke magjából készítenek bizonyos gyógyszerhatóanyagokat is, amelyeket melanom ellen használnak. Érdekes, hogy az apró magvasakat sokan nem fogyasztják, mert jaj, mi lesz velem, hogyha apró magvas gyümölcsöt eszem, és a szeder, a ribiszke alapvetően ugye apró magvas, pedig ezekben a magokban, hogyha ezeket el tudnánk rágni, ebben vannak benne azok az anyagok, amik nagyon szépen ugye felszívódva a vékony bélből a bőrbe kijutnak, és nagyon sokat tesznek azért, hogy a bőrben az oxidációt csökkentsék. Hagyományos úton kell bejutatni őket a vékony bélbe? Vagy alul. Szájon át? Igen. Melyiket? Mi? Mert a vékony bélből. Igen, én erre gondoltam. De ezeket elfogyasztjuk, és védik a bőrben a sejtek DNS állományát is. Egyébként a híres resveratról, mint ismeritek. Tehát a piros szőlő, vörös szőlő magban és a szőlő héjában lévő híres resveratról, és most szándékosan nem a vörösbort mondom, hanem a szőlőhéj lisztjét és a szőlőmag őrleményét. Ezek elképesztően jól felszívódva a bőrben fejtik ki részben a hatásukat, mellesleg a vastagbélben, a tüdőben és az agyban is. És azok a nők, akik mondjuk nem csak krémeket használnak, vagy félnek az öregedéstől, szintén ezeket egyék, ha a bőrük állapotát meg akarják őrizni? Tehát ez mind-mind jó arra, ha valaki például nem akar ráncosodni? Vagy lassítani igen. akarja a különböző folyamatokat? Na. Így van. Uh-huh. Tehát itt nem csak a melanómát és a különböző ehhez hasonlókat tudjuk elkerülni, hanem a bőr fiatalításában is részt vesz. Hiszen a bőrnek a feszesség ételében az ilyen anyagok, mint a rutin nevű anyag, mint az különböző antioxidánsok, színanyagok, ezek mind részt vesznek. Tehát sima céklalé és sárgarépalé az például segít, vagy lassítja igen. például a nőknél igen. az öregedést a bőrben. És érdekes, hogy tehát nem az a megoldás, hogy most elrohanunk és veszünk 5 liter céklalevet, meg 3 liter sárgarépalevet, és akkor besárgolunk, nem tudom, egy hét alatt, hanem itt az a titok, hogy rendszeresen, tehát hetente 3-szor, ha valaki fogyaszt ilyen ételeket, nagyobb mennyiség, ugye a libiszke is tudom, érik, a bodza, és hogyha hetente 3-4-szer beiktatsz az étrendedbe ilyen típusú növényeket, akkor kifejezetten a bőre nézve ez hasznos lesz. Tehát a kampányszerű használat helyett a rendszeres használatot javasolnánk, de ilyen az eper és a málna is, kifejezetten védik a bőrt is. Hát és ezek ráadásul finomak is. Tehát, hogy nem egy olyan italról, meg egy gyümölcsről van szó, amit nehéz lenne legyűrni. Céklalé finom, répalé finom. Akinek zavaró az apró mag, és mondjuk nem tud beszerezni mondjuk maglisztet, egyébként a magot meg lehet őrölni, megszállítani, megőrölni kávédarálóval is úgy fogyasztani, rettenetesen erős antioxidáns anyag lesz belőle, akkor meg lehet szűrni a ribiszke málna levet, és a szűrt levet lehet fogyasztani. És mi olyan az avokádóval? Azt sokan említik, hogy azt is ehetik például olyan nők, akik mondjuk lassítani akarják az öregedést, az is jó az avokádó? Igen, tele van igen, egy csomó mindennel, nem? Igen, megfigyelhető, hogyha valaki zsíros ételeket eszik, illetve egészséges zsíradékokat fogyaszt, mondjuk diófélléket, akkor például a fiatal lányok félnek attól, egyébként időnként jogosan, hogy pattanásos lesz a bőrük, ha túl sok magyarót vagy diófélét esznek, de hogyha mértéktartóan fogyasztjuk ezeket és sok-sok gyümölcsen, akkor védik a bőrt. Tehát a dió, a magyaró, a mandula, a napraforgó, ezek védik a bőrt. Az avokádó és a kókusz esetében sok vizet kell fogyasztani, nagyon nehezen mennek le. Igen. Múltkor is megettem egy avokádot. Csak a feleségem mentett meg a fulladástól. Azért egy jó fokhagymás avokádókrém, az fantasztikus tud lenni pirítóssal. Egyébként ezek is védik a bőrt, de a kókuszolaj, az avokádó is segít, de ezek nem annyira, mint az omega-3-ban gazdag dió. Illetve hát ugye a húsfélek közül a hal, az, amiről kimutatták, hogy védheti a bőrt. Tehát mondjuk a disznózsír meg a szalonna, az kifejezetten nem. Egy-két SMS, kedves Gábor és fiúk, most éppen 4 emberről biztosan tudok, aki részben hatásodra Gábor, másrészt az ajánlott Kína tanulmány hatására átértek a vegán táplálkozásra. Köszönjük a munkádat, nagyon jól érezzük magunkat. Megtisztelő, köszönjük. Amikor az a Kína tanulmány, erről beszéltünk, meg majd mi fogunk is, ez megdöbbentő. Igen, ott az ember picit megijad. Egyébként soha nem ittem répalevet, mégis sárga vagyok. Chen Li.
Jani már vega, Feri elkezdett futni, Balázs pedig elkezdett vegásodni. Ez már igencsak a B oldal. Bizony, itt a vég. Írja valaki. Kenyérsütőket gyártok. Ezt az SMS-t is diktálom, mert nincs időm írni. Úristen, Feri fut, fogyózik, Balázs vega, nem akarok ilyen világban élni. Ezt Kriszt küldte nekünk. Igen, ez egy érdekes dolog egyébként, és miért nem mondják? Miért csak azt mondják, hogy kend be magad? Tehát a táplálkozás, meg a különböző rákkal kapcsolatos betegségeket még mindig a legritkábban hozzák össze. Igen. Nem, ahogy az állati fehérjéket és a rákot, vastagbéreg, vékony méreg, azt se hozzák nagyon össze. Miért? Igen. Egyszerűen nem tudom, valahogy bevett szokás az, hogy én is, hogy rámentem a különböző internetes portálokra, azt láttam, hogy szakembereket kérdeztek, hogy bőrrákon van mit tegyek, és a szakember azt mondja, hogy nincs semmilyen összefüggés az étrend és a bőr kapcsolatot, a bőr állapota között, és mégis van. Tehát ez egyszerűen igazolható, hogy van. A gyümölcsök és zöldségfélék, a brokkoli, az olívabogyó, ezek mind kihatnak, de hogyha józan logikával belegondolunk, nézzétek, a bőrszövetünk alatt van a vérünk jelentős része, hát ugye a vérünk piros posgás, hogyha mozgunk pláne, és ugye a babáknál a vérnek közel 50%, a felnőtteknél a jól mondom, a 30% mennyiség a bőrszövet alatti régióban van. És amikor eszünk, akkor fölszívódás után a bőrszövet alatti bőrbe, illetve a bőrszövet alatti vérkeringésbe, illetve nyirokkeringésbe is bekerülnek ezek a tápanyagok, és táplálják a bőrt. Az a gond, hogy mivel az emberek egy része mondjuk túlsúlyos, ezért zsírszövet van a bőr alatt. És a zsírszövetnek a keringése nem igazán jó, ezért ha valaki mondjuk zsírpárnákkal rendelkezik, akkor ott arra számíthatunk, hogy ezek az étrendből fölvett anyagok sajnos nehezebben jutnak ki a bőrben. Sőt, a lipid oxidáció, a zsíroxidáció nagyobb mérvű. Mégis az emberek azt mondják, hogy aki egy picit párnásabb, annak a bőre feszesebb, és ez egy ilyen berögzült szokás azt mondani, hogy aki sovány, annak biztos ilyen pegyhűt lesz a bőre, aki meg túlsúlyos, annak feszes lesz a bőre, de valóság az, hogy a zsíroxidáció miatt a bőrön nem segítünk. A sport, a megfelelő táplálkozás és hát például a masszázs, a szauna. Ugye amikor a szauna után jó hideg vízbe megmártózol, akkor létrejön a bőrszív, ugye a bőrszív, amikor ugye a bőr összehúzódik, kitágul és összehúzódik, és ennek hatására egy fantasztikus vérkeringés, egy immunerősítés, egy vérkeringés javulása létre a bőrben. Például a bőrrák megelőzésében ez is segít az ilyen típusú. Kérdezi valaki, a sárga barack magban lévő mag. Ugye ez már kapni ebből olajat. Igen, a magbelső. A magbelső, ugye, hogy az mennyire egészséges vagy jó. Ezt is összehozzák egyébként a B17-tel talán, ugye, igen, a rák megelőzésnél. Hát igen, a szakma vitatkozik, és igyekeznek rosszat mondani erről a kérdésről, hiszen cianidok vannak benne. De a cianidok kis mennyiségben ugye kellenek bizonyos B-vitaminokhoz, nagyobb mennyiségben mérkezők lehetnek, óvatosan bánunk ezzel a kérdéssel. Hát ez már érdekes, hogy gyerekkorunkban állandóan ettük ezeket. Megvártuk, ami megszáradnak a palackok, köszöntöttük és megettük a vesét. Hát annyira nem pusztultunk bele. Én mindig kiköptem. Mondjuk városi vagyok, én nem ettem barackmagot. A belsejét, a barackmagot, föltöröd a magot, és belül van egy puha, és az isteni. Sose ettem meg. Isteni. Hát, ha csak szopogattam, anyám úgy fejbe vágott, hogy köpjem ki, hogy nem volt időm eljutni. Balázs, vannak nevű táblák. Klubbával egy akkorát. Köp ki, hülye gyerek, köp ki. Nem érted, megfulladt. Rágót se nyeld le, összeragadok a belei. Hülye vagy, köp már ki. Én emlékezem, nagymamám, amikor nem volt elég dió vagy mandula, akkor feltörtük ott, ugye, otthon a egy szomszéd családnak a kamrája. Feltörtétek a nagy vitrinyét, és elloptátok a spórolt. Elvetétek a nyugdíját. És az került, hogy nem igen, és nem volt vele igazából bajunk. Szóval, hogy nem rossz. Nem rossz, de azért ugye főszabályként azt mondjuk, hogy a lenmag olaj, kifejezetten bőrvédő. Egyébként lobaknak adnak lenmag pelletet, ugye, amit kisajtolt lenmagot, és fényesebb lesz tőle a szőrük. Tehát a kisállatkáknál kifejezetten megfigyelték, hogy a táplálkozás befolyásolja az állat kültakarójának a minőségét. Uh-huh. Érdekes, hogy csak az embernél nem fura, egyébként nem hozzuk az összefüggéseket, vagy nem hozzák összefüggésbe, igen. Ez egyébként tényleg érdekes. Részben erről szól a Kína tanulmány is, ugye, hogy még igen. Hány orvos tartja fent a státuszkót, úgyhogy nem mondja azt, hogy a táplálkozás és a rák között szoros összefüggés van. Nagyon érdekes kis könyvecske. Az a helyzet, egyébként. Hogy amíg 100 emberben mondjuk 90-nél nem tapasztalják a gyógyulást, addig azt mondjuk, hogy hát kérem szépen, akkor itt nincs egyértelmű összefüggés. Tehát hány embernek kell meghalnia addig, amíg azt mondjuk, hogy van összefüggés bizonyos ételek, bizonyos szokások és a halálozás között. Statisztika. Igen. Anna írt egy nagyon érdekeset, azt olvasta, hogy a nőknél a kézfeje manapság több a melanóma. És megfejtették, hogy a műköröm miatt lehet ez, ugyanis a nők a kezüket épített műköröm miatt ugye UV lámpa alá kell betenni a körmösnél. Attól szilárdul meg a műköröm,
És hát ezt nem biztos, hogy a melanoma az annyira szereti, vagy hát az anyaegy, amiből aztán később melanoma lesz. Jó, és de... hogy nagyon sok nőnek a kézfején indul el a melanoma pont emiatt, mert állandóan UV-fény alatt van. Ez érdekes. És ugyanez lehet igaz azokra is, akik rendszeresen járnak white partikra, hiszen ott is rengeteg UV-fény van. Hát igen, olyan a manapság. Biztos. Érdekes összefüggéseket találtok. Igen, mindenképpen a műköröm, de mennyire tipikus a műköröm, mondjuk általában? Nálam ritkább. Csak ünnepnapokon. Nem érdekes, hogy ugye ez a nőknél a kézfej melanoma, akár ez is lehet az oka egyébként az UV-lámban. Mindenképpen, de itt az UV-fényre kell ugye a hangsúlyt helyezni, és ugye itt a klímaváltozással összefüggésben mondják, hogy az UV-fény erősödik, és figyelni kell erre. Ami érdekes, hogy nem mindig egyértelmű az, hogy aki többet van napon, az lesz kifejezetten melanómás, bőrrákos, hanem úgy tűnik, hogy az elfogyasztott táplálék kikerül a bőrszövet alá, és aztán mész a napra. Tulajdonképpen megvilágítod magad, és a nap rásüt a bőrödre, és a bőrben lévő különböző anyagokkal reakcióba lép. És ott lényegében keresztreakcióról van szó, és ezért van az, hogy az egészségesebben táplálkozó mediterrán vidékeken, ahol azért valljuk meg elég komoly napsütés van, erősebb, mint nálunk. Mégis sokkal kevesebb a melanomás probléma. Meg hát Afrikában tudom, hogy ott sötétebb bőrű emberek is vannak, de alapvetően az összefüggés nem annyira. Milyen tájékozott vagy. Köszönöm kedvességet. De hogy ott is kevesebb. Igen, igen. Jó, hát ez érdekes. Szerepet játszanak nyilván a gének, hogy ezt el kell mondani, de az antioxidánsok, és nem csak a C-vitamin. Tudom, hogy itt azt hiszem volt szó a C-vitaminról, meg egyebekről, mi alatt nem volt, amit... Igen, szamizdat módon. Nagyon komoly dolgokat csináltatok, úgy kémény jelentették. Balázs hátba döfendel árul. Mi jelesznék be, hogy... Hát amíg nem volt, amit valami vitaminokról beszéltetek, és ez kémény jelezték. Nem tudom, hogy valami vitaminokról, de ő volt a kémény. Figyelj, tudod, hogy több kapor játszom. Tudod, hogy több kapor játszom, mikor nem vagy itt, azonnal beírtuk a lenkeit. Gyerekek, én akarom ezt a beszélgetést. Én bírom őt, és nem mondott egyébként. De ki járult a vajon be? Hát ott nincsen telefon sem, ahol a Gáborék voltak. Valaki küldött egy hollót, vagy egy galambot. Figyelj, Gábor, itt a háttérben. Várjátok, egy picit postát kaptam. A lenkeiben voltam, Ornit, sőt. Balázs! Szemét! Szemét áruló! Elárultál! És én még mutatom neked puliszkát. Szóval az E-vitamin és az A-vitamin. Nem, beszélünk a vitaminokról. Nem csak a C-vitamin, hanem az E és az A-vitamin. Tehát igazából a zsírodható vitaminok, ne felejtsétek el, hogy a bőr az zsíradékban gazdag. Oké. Gáborom, mit reggeliztél ma? Hát ma őszintén szólva kendermagos turmixot ittam. Most megint úgy oda bújnék. Most ilyenkor kendermagos turmixot. Most akarok bújni hozzád és megpusztítani téged. A kutyafállat, miért vagy ilyen jó fej? Kendermagos turmixot iszol és nekünk mogyorok rémeszer. Meg akarlak ölelni a kutyafádat. Hát mindjárt oda bújom. És nekünk meg ilyen látványkajákat hozom. Igen? Ne vettetek. Szóval fekete libiszke, maglisztel kevertem. Ez valami ez valami nagyon kemény. Tekintettel voltam arra, hogy a bőrszövetet ellássam különböző antioxidánsokkal és bőrvédő anyagokkal, és egy kis piros szőlő maglisztet gyűjtöttem hozzá. Hú, de bátor! Kezdesz elkanászodni. Nektek viszont hoztam cukormentes áfonya lekvárt, ez volt a házi magyarok rémen. Na, figyeltem rátok is. Én megettem. Kiszúrod a szemünket ezzel, mikor van Lemmag Turmix, de tényleg. Én elfogyasztottam. Már? Jani még úgy látom alibizik. Nem, hazavisze megmutatni a gyereknek, hogy emberek csak maradjon is élnek, úgyhogy becsüljem azt, amit kap. Gábor, egy hét múlva mi nem vagyunk, jó? Sajnálom. De azért gyerembe. De gyerem? Nem, ne gyerem. Sajnos két hét múlva én nem leszek. Hova mész te? Te betyár. Augusztus utolsó hetében elutazom egy kis fürdőhelyre, és ott leszek. Ó, milyen fürdőhelyre? Belföld, külföld? Még keressük, valószínűleg belföld lesz, igen. Nyaralsz egy picit? Igen, látom. Kirúg számból? Hatalmas berugások, iszonyatos bográcspartik és óriási fejempörgés? Nem, ilyesmi nem lesz. Last minute, az Olaszország, nem? Tényleg, milyen vagy, amikor bulizol? Mit csinálsz? Azt mondta, hogy na, ma este kirúgunk a hámból. Még egy adag puliszka? Hogy mit csinálsz? Szeretek zenét hallgatni, és rendelek még egy görög salátát. De legalább lassúzol a diszkóba? Hát, nem szoktam. Kutyafáj, egyszer kell szoktam hallgatni, és beszélgetek a barátaimmal, akikkel együtt. Egy jó Lemmag Turmixot is rákérdeznek, keverve vagy felrázva. Tudom, mi a megoldás, vigyük ki a szigetre, és gináztassuk be. Hogy élvezni? Egyébként időnként a szénsavmentes ásványvizet fölváltom szénsavasra, és így szoktam a limonádét kérni. Ne! Hát azért hát, a pesgő érzés. Hát nem akarok egy ilyen világban élni, ahol te szénsavval iszod a limonádét. Elnézést, ezt most gyerekek is hallották.
Jól van. Akkor viszont 3 hét múlva. Jó? Így van. Uh-huh. Köszönöm szépen. 3 hét múlva, Gábor, drága vagy. Imádom. Ja, és kotonokat fújok fel orral. Magyar hangok. Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János. Hölgyeim és uraim. Ez a Morning Show a Klassz FM-en.